A következő percekben az is ki fog derülni, hogy nagyon keveset tudok a fonásról, de ami ennél fontosabb, az is kiderül majd, hogy az itt látható eszközöket hogyan használták annak idején, és hogy mik is ezek pontosan. Igen, az asztalon talpas guzsajt és kézi orsókat láthatunk. A tárgyak aktualitása az abban rejlik, hogy mivel beköszöntött az ősz, a paraszti társadalomban ez azt jelentette, tehát a hideg hónapok beköszöntével, hogy elkezdődnek a csendesebb munkák, amiket bent lehet végezni. Ekkorra ért meg a kender, hogy tudják fonni. Ez az? Igen, igen. És a fonás bizonyos keretek között zajlott. Jól ismerjük a fonó intézményét, aminek nagy jelentősége volt a párválasztás szempontjából is, de erre majd kicsit később térek ki. Tehát ahogy a kinti munkák befejeződtek, a lányok, asszonyok behúzódtak megfonni a kenderszálakat, hogy később majd textíliákat szőjenek. Na most ezek a tárgyak akár szimbólumai is lehetnek az önellátó paraszti életmódnak, tehát hogy mindent maguk készítettek. És akkor rá is térnék, hogy hogyan is zajlott maga a fonás. Fogták ezt a talpas guzsajt, azért ez az elnevezése, hiszen a stabilitását biztosította a rúd aljához erősített szárnyas talp. Ez a forma egyébként az alföldön és a felföldön volt használatos. Az asszonyok a bal oldalukhoz közel állították fel ezt a guzsajt, aminek a tetejére, tehát a rúdjára volt erősítve a rostcsomó. Tehát a bal kezükhöz közel fogták, a bal kezükkel húzták ki folyamatosan a szálakat, azt közben nedvesítették, akár nyálaszták is, és a jobb kezükben pörgetett orsóra tekerték rá majd a kész fonalat, itt láthatjuk az orsókat. A tárgyak érdekessége az orsók esetében a festés, a guzsajokat viszont nem festették, hanem inkább faragással és véséssel díszítették. Említettem a funónak a kapcsolatát a párválasztással. Maga a guzsaj, tehát ez a munkaeszköz pedig lehetett egy szerelmi ajándék is. Ennek a guzsajnak az esetében látunk egy évszámot, ami a készítésének az időpontjára utal, 1899, és bele van vésve egy név, Bondár Rozália. Feltehetően ez a fiatal hölgy kaphatta a szerelmétől ezt a guzsajt, és hogyha használatba is vette ezt a tárgyat, akkor az egy nyílt színvallás volt, hogy elfogadja az udvarlását ennek a legénynek. A fonók alkalmával egyébként biztosították a lányoknak és a legényeknek az ismerkedését. Tulajdonképpen, tehát úgy képzeljük el ezt a fonót, hogy nem csak a munkáról szólt, hanem egyben a hideg, szürke téli napokon ez jelentette a szórakozást is. Ekkor mondtak meséket, énekeltek, különféle játékokat játszottak, főleg akkor, amikor megjelentek a legények. A lányok vagy asszonyok már délután elkezdték a fonást, a legények pedig kicsit később érkeztek, hogy azért valami eredménye is legyen a munkának, aztán persze elkezdődhetett
a játszadozás, az udvarlás és akár a tánc is. Arról lehet tudni valamit, hogy ezek a tárgyak hogy maradtak meg? Ugye akkor legalább 100 éves, tehát bőven több mint 100 éves. Igen. Sajnos a leltárkönyvben, amiben be vannak jegyezve ezek a tárgyak, nem találunk konkrét információt a beszerzésről, csupán a leltárba vételnek az időpontját. Gyakori volt az egyébként, hogy a padlásról kerültek le ezek a tárgyak, illetve a guzsa is a 20. század első felében már eltűnt, már nem igazán volt rá szükség. Aztán, ahogy később ugye megjelent a modernizáció, már igyekezték el is rejteni, vagy megszabadulni ezektől a tárgyaktól, és ugye modern berendezéseket beszerezni a házakba, a régi dolgok pedig felkerültek a padlásra. Ott pedig megőrződhettek egy ideig, amíg múzeum gyűjteményében nem kerülhettek.